Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy vadonatúj sorozat itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a méret a lényeg a Szájzeblő című játéknak a végigjátszásával. Ki tudja, mennyi ideig fog tartani ez a játék, viszont ami nagyon fontos, hogy a játéknak magának van egy zenéje, és ezt sajnos nem lehet kikapcsolni, keresgéltem az Options-ön belül, de nem találtam. Jó kis játék, kíváncsian várom, és hát nem véletlenül ez a neve, hogy Szájzeblő, vagyis ami, hogy méret a lényeg, legalábbis nem, tehát a játék neve alapján neveztük el, vagy neveztem el így. Vágjunk is bele a játékba. Ó, és rengeteg pálya van, és ha jól látom, 34 küldetésünk van. Na nézzük az első pályát. Nagyon pici pályákról van szó, íme itt van. Így tudjuk, és látom, hogy mutatja a különböző dolgokat. Rotate World, így. És a dolgokat úgy tudom... Na várjál. Essen meg a G-vel. Aha, ne várjál. Igen. Ennyi, hogy mi kér. Ah! Itt kell kikapcsolni a muzsikát. Ne várjál, ezek mik. Ja? Ez most vissza a menübe. Oké. Jó, hogy nem is semmit. Na, ez egy tutoriál. Na, nézzük, hogy hogyan működik a dolog. Tehát akkor a Rotate World a jobb klik. Erre kell újraindítani. Á, a kettest rá kell tennünk. Á, és mutatja nekünk, hogy hova rakosgathatjuk a dolgokat. Vagy hova fog hullani. Szupi! Á, itt van a elektromos micsoda. Nem tudom, ezt kell ide rakni, vagy pedig ide kell rádobni. Merje. Á, itt a második elem. Merje, már két elemet találtunk. Akkor lehet, hogy nézzünk körbe egy harmadikért, és valószínűleg azt is meg fogjuk találni. Az lesz, hogy ide rá kell tennem. Nem. Á, így kell emelni a méretüket. Csak egy a kérdés, hogy mit kell csinálnom. Jó, nem ez a megoldás. Ez is ilyen rejtvényfejtős egy játék egyébként. Ezért láthatóan kisebb. Most már. Jó. Á, bingo, kapunk egy teknőst. És kaptunk egy... őt is. Jó, ez is megvan. Ja, és akkor téged is.
nagyítanunk kell. Jó, oké, értem a dolgomat. Na, kapunk egy új világot. Nézzük akkor őt. Seaside. Kisebb lesz a tenger ezáltal. Ennél kisebb nem lehet viszont. Szépen keresgetni kell a dolgokat. Egyelőre nem tudom még, hogy mi itt a feladatunk. Értem. Oké, itt a második elektromosság. Egy megvan. Akkor következő. Jó, akkor így ezek szerint így keresgélni kell a dolgokat, ez a feladatunk. Bingo! Na téged hova kell? Ez is megvan. Hát most már értem, miért hívják a méret a lényegnek. Jöngy. Igen, nem lehet már nagyítani. Veletek mit kell kezdenem a gyöngyökkel? Megpróbálom betenni a vízbe, és akkor megnyitani. Hát az a feladatunk, de nem. Viszont így ugye nem tudjuk megszerezni. Visszakaparintani. Tégedben nem lehet. És mi van, hogyha titeket kell bedobnom oda? Bingo! Sikerült rátenni. És mi van, hogyha be kell tenni őket ugye a vízbe vissza? Hmm.
Mit kell még csinálni? Ja, a hajót kell kiszednem. Á, bingo! Láda. Második láda. És a totem. Azért ez kemény volt ez a játék, ez a feladat. És mit jelent a teki? Ja, hogy meg is kell találnunk egy teknőst is. Jó, akkor keresgéljünk egy teknőst is. Egyértelmű, nagyítani kell a dolgokat, míg ezekre a gyöngyökre nem jöttem rá, hogy mit kell csinálnom. Viszont ezt most már nem rakjuk oda. Meg kéne találnunk a tekit. Tudjuk őket is kicsinyíteni, megnagyítani. Várjál! Mi van, ha ide kellenek a gyöngyök? Az, ami várja, és mi van, hogyha ide kell bedobni? Nem, az sem jó megoldás. De ezt most ide rakjuk, mert igazából ez megvan. Á, bingo! Világító tornyot is lejjebb lehet kicsinyíteni. Leszedem. Á! Korát is lehet kicsinyíteni, az imént ez nem jött össze. Nem ez a megoldás. Akkor nagyítsuk ki. Jó, hát itt találgatni kell. Itt ez a feladat, hogy találgassunk. Várjál, és mi van, hogyha most visszanagyítjuk? Korallokkal együtt, és bedobjuk az igaz gyöngyöket. Csak forgatnom kell ahhoz, hogy megkaparítsam az igaz gyöngyöket. És be a vízbe a összes kagylót is szerintem az is mehet nyugodtan. Ez a megoldás. Jó, akkor szerintem feladjuk. Megnézzük a következőben, hát ha megtaláljuk a teknőst. Ez egy piramis lesz. Hát az egér kell egyértelműen ehhez a játékhoz. Itt látható. Egy eső. Felszedte onnan a vizet.
is kell szórnom. Várjál? Lehet, hogy másik irányból látjuk, hogy mi ez. Várjál, lehet, hogy az lesz itt a megoldás, hogy kicsire kell tennem a kavicsot. Ezt közepesre kell tennem. És ezt meg nagyjá kell tennem, és akkor ezzel talán kapok valamit. Nem. Jó, akkor piramis. Itt három dolgot kell. Egy macskát, egy piramis, meg egy szemet. Itt egy skarabeusz. Kaktuszok, de nem ez a megoldás. Jó, ha meg kell nagyítani a kaktuszokat. Hát bizony ebben itt a méret a lényeg. Nagyobb eső, és kapunk egy totemet. És akkor ezáltal gondolom tudjuk a különböző dolgokat helyezgetni. Á, és skarabeusz. Akkor nagyítsuk meg. Bingo! Ah, kaptuk a skarabeuszost. És akkor már csak a... Á, itt vannak a macskuszok. Á! Ja, értem! Hoppá, és meg is kaptuk a harmadikat. Vagy hogy másikat rakosgatunk ki. Ez is megvan. Egy gyors kis sorozat lesz ez, ha így haladunk. Nekik egyelőre sehol sincsenek. Na! Van itt egy fa egy fejszével. Bingo! Van egy tűz. Á, felkelt a nap, és van egy kincses láda. Ó! Egy totemmel, és van egy kürt. Alalalalala. Eltört a fa. Aha, és a fa szépen itt elrejtett nekem még egy totemet. Ez is megvan, és akkor már csak a tűzzel kell valamit játszanunk, azt írja a játék. Viszont én engedelmetekkel szeretném őn körbenézni, hogy... Biztos, hogy volt még itt valami... még gombok, vagy valami ilyesmi. Ránézünk.
mindjárt megnézzük, hogy mit csináltunk. Egy tekit megcsináltunk a 30, megtaláltunk a 34-ből, de hát akkor ezek szerint ezeket kell megszerezgetni. És kezdhetjük újból. De ilyeneket nem ír, hogy mivel. Akkor lehet, hogy még egyszer megnézik a tutoriált. Nézzük meg még egyszer a tutoriált. Ja, várjál? Lehet, hogy ez lesz egy ilyen plusz küldi. És csak, hogyha itt lenne. Ez ilyen, tudjátok ez melyik? Az Alice csoda országbannak a jelenete. Csak az asztalnak nagynak kell lennie. Jó, mindegy, menjünk, játszunk. Lehet, hogy ez valami kis easter egg, na nézzük csak, hogy mik vannak. Veszük az objektet. Ezen nagyítunk, igen. Igen. Ja, persze. Igazából eddig nem csináltunk, mindent csináltunk, tehát amit lehetett. Jaj, de idióta vagyok! Hát a tűzet oda lehet, de oda lehet vitegetni. Ott a teki. Jeppedi! És a legnagyobbnál van a utolsó totem. Na, ezt megtaláltuk. Jó, akkor ide-vissza. Jó, szerintem visszamászunk a tekikért. Ja igen, kinyitottuk őt. Megvan a totem. És adunk egy nagyon erős hangzavart, ami kinyitja nekünk a harmadikat is. Jó, szupi! Na, itt megvolt a teki, úgyhogy menjünk vissza ehhez, és megpróbáljuk megkeresni itt a tekit, jó? Ugye... első körben, amit itt észrevettünk, ezek a jelek, de nem ez volt itt az első feladatunk, hanem az volt itt a feladatunk, hogy eltüntetni az összeset, így igen, és akkor itt vannak a különböző dolgok. Aha, mindegyik, ami mozog, az fogja nekem. Jó, igazából itt mindent ezzel az egyet csináltunk. Próbálok még találni dolgokat.
ott a teki, csak nem vettem észre. Ó, hát ide-oda kellett volna csak nézegetni. Jó. Ez megvan, és akkor még ennél megkeressük a tekit, és akkor lehet, hogy a mai adásunknak így vége. Ehhez meg is kell csinálni a különböző dolgokat, úgyhogy gyanítom, hogy... Ja, te nekem ide kell lesz. Kellenek a gyöngyök. Itt még a teki az nincs meg, az a nagyobb bajom. És anélkül... Azt fogom csinálni, hogy most ezt eltakarom, és akkor hát, ha jobban látom, még ebbe a egy-két percbe bele fog férni az, hogy most egy kicsit sötétbe lássatok engem. Ja, és minél... hogy ezzel a két gyöngyel kell valamit kezdeni. Ahhoz, hogy meglegyen a teki. Jó. Adjuk, és akkor elköszönünk tőletek a mai adásunkban. Négyet meg... Észrevettem. Jó, akkor most már gyorsan megcsináljuk a dolgokat, jó? Csak a gyöngyet kell. Ja, na, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ingyen folytatjuk, mind a négynél megvannak a dolgok. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!